Rendőrségi fotón, ahogy a már elfogott bilincsbe vert késelőt kísérik, a most 21 éves román állampolgárságú férfi 2021 szilveszterén támadt rá a szomszédjára, akivel néhány perccel korábban még együtt búcsúztatták az óévet. Az áldozatot a saját felesége és a kisgyermeke szeme láttára szurkálta meg egy 20 cm penge hosszúságú késsel a mellkasán és a vállán. Ezt követően egy másik szomszédjával is hasonló módon bánt el, aki megpróbálta őt megfékezni. Az egyik megszúrt áldozat fia teperte végül le, őt is meg akarta sebesíteni, ez viszont nem sikerült neki. A később menekülésbe kezdő brutális támadót Cece térségében fogták el az egyenruhások. A mostani tárgyaláson megtiltotta, hogy kép- és hangfelvétel készüljön róla. Az ügyészség mások mellett emberölés és súlyos testi sértés kísérlete miatt emelt vádat. A Tolna vármegyei főgyészség 12 év fegyházban végrehajtani rendelt szabadságvesztésben, 10 év kiutasításban és 10 év közügyek gyakorlásától eltiltásban jelölte meg, amelyet változatlan tartalommal fenn is tart az ügyészség. A román állampolgárságú vádlotthoz kirendelt tolmács a tárgyaláson nem jelent meg. Az ügyész ezért arra kérte a bírót, napolják el az ülést. Álláspontom szerint ez akadálya lehet az eljárásnak a mai napon történő lefolytatásának, még akkor is, hogyha úgy nyilatkozik, hogy esetleg mindent megértett, én úgy gondolom, hogy a tolmácsnak a jelenléte az nélkülözhetetlennek tűnik eljárás jogilag. A bíró végül elkezdte kihallgatni a késelő férfit, de hamar kiderült, hogy nem minden kérdést értett, ezért az előkészítő ülést elnapolták. A következő tárgyalásra február végén kerül sor.